Sziasztok, egy újabb videóüzenet innen Thaiföldről. Ha bár az előző sem volt hatalmas siker, 11 megtekintést értünk el, de valahol el kell kezdeni, hát mi elkezdtük és most folytatjuk. Jelen pillanatban itt vagyunk Thaiföldön, egész pontosan Phuket szigetén, ami a legnagyobb sziget, azon belül is a Patong Beach-en. Ha körbenézünk, mi most ezt látjuk, ami nem igazán fog nektek tetszeni, hiszen otthon, ha jól tudom, mínusz 8 fok van, de ha vigasztaljon a tény mindenkit, hogy mi is elég hamar ott leszünk, ha jól tudom, már csak 15 napunk van. Ennyi. Amiről ez a bejelentkezés szólni próbál, most már egy hete itt vagyunk Thaiföldön, ugyebár vannak élmények, vannak benyomások. Az egyik élmény, ami engem ért itt, ugyebár azon túl, hogy borzasztó meleg van, és borzasztó nyaralóhely az egész, hogy borzasztóan busy, borzasztó sok ember van mindenhol. Tegnap elmentünk egy kirándulásra, ami a kirándulás volt az úgynevezett Pipi szigetcsoport, ami arról nevezett, hogy a Part című film egyik legnagyobb jelenetét ott forgatták, ami a Maya szigetcsoporthoz, Maya szigetnél van. Na most gyönyörű, képzeljétek el egy olyan képet, ami képeslapon látsz igaziból, de tényleg képeslapon látsz, és 10 millió emberrel a tövében. Tehát ez egy picit mindenképpen elrontja az élmény, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egy tényleg nagyon-nagyon paradoxami helyen vagyunk. Például, ami tegnap este nagyon furcsa élmény volt, hogy itt tudsz kókuszdiót kérni, és hoznak egy kókuszdiót, amit megvágnak előtted, kinyitják a tetejét, és te meg tudod inni a kókuszdióból, a kókuszdióban lévő lét, ami nem tudom, hogy tej, vagy minek hívják azt. A másik érdekes élmény, amit most itt sétálunk a vízben igazából, tehát hogyha lemész a kamerámmal, akkor Amit furcsa élmény volt, béreltünk robogót. Robogót bérelni itt a szinte alap, hiszen olyan távok vannak, amik gyalog túlzott távolság, viszont robogóval pillanatok alatt, és nem tudtuk, hogy kell-e viselni bugósisakot, így nem is viseltünk, mert az itteni tájok nem viselnek. Egy pár órát bugósisakoztunk, amikor is megállított a rendőr, és közölte, hogy vagy fizetünk 1000 batot, de meg tudjuk oldani okosba is, amikor bevitt a kis irodájába, majd 500-ban, majd amikor fölfogta, hogy nincs nálunk annyi pénz, akkor lényegében amennyi pénz volt nálunk, azt elvette tőlünk. Nem, igazániból a teljes igazság, felajánlott, hogy befizeti nekünk a számlát, és nem kell elmennünk a rendőrségre. Igazániból egy szívességet tett nekünk. Igen, ez nekem kimaradt, nekem lehúzás szaga volt az egésznek, de nevezhetjük szívességnek is. Most pár, tényleg egy-két órával ezelőtt megállított minket egy újabb rendőr, ahol közúti ellenőrzés címszó alatt tőlem kérték a jogsit, a Tomitól nem. Majd közölt a sáv, hogyha nekem nincs jogsim, meg kell büntessen. Aztán amikor realizált, hogy a Tomit nem büntette meg a kollégája, akkor engem is elengedett, szóval végül is jó arc volt. De tényleg a turistákat ott húzzák, ahol tudják. Ami, hát ez ilyen, ez, ahogy a Tomi mondta, egyet kell értsek vele, ez része a játéknak. Ez tényleg része a játéknak. Ezen kívül Thaiföldön azt gondolom eljönni ide nem túl drága, és itt lenni nagyon-nagyon olcsó, hiszen ameddig csak kajára és italra költesz, addig napi tényleg pár forint, tehát ilyen 1000-2000 forintban el vagy szinte egy napig. Nagyon olcsón lehet friss kaját enni, nagyon-nagyon sok mennyiségű kaja van, és bármerre mész, mindenhol az ingyen kajáról szól az élet. Természetesen voltunk bulizni is, most, hogyha elmész bulizni, ott azért el tudsz költeni sok pénzt. Az első este a bankoki buliba, ott nem is tudom mennyit költöttünk el, de jó sok pénzt. Tehát helyi viszonylatban költöttünk sok pénzt. Hát az még európai viszonylatban is egy jó buli ára volt. Tehát tény, hogy olcsóbb, mint Európában, de azért Európában is, mert ha elköltesz egy este alatt, mit tudom én, 20 ezer, 25 ezer kávé, az már ott is egy ilyen jobb buli kategória. Hát ennyi igazából. Azt gondolom, még egyszer megmutatjuk a tájat, ahol vagyunk, mert ez tényleg érdemes megnézni. Nagyon-nagyon-nagyon szép táj. A bejelentkezés az már Koh Samuiról lesz, hiszen holnap reggel 7 órakor van a pick-upunk, és menjünk át Koh Samuira, ami egy újabb sziget, a második legnagyobb sziget Thaiföldön. Valószínűleg az időjárás ugyanez lesz, meglátjuk, mit lehet ebből kihozni. Hát addig is tartsatok ki, már nem sokára jön a nyár otthon is, de mielőtt fogunk érkezni, és fogunk veletek együtt szenvedni. Sziasztok!